ma látunk egy katasztrófa helyzetes gyakorlatot, ami egy földrengés alkalmával valósult meg. A gyerekeink egy alkalommal gyakorolták ezt a mai napot, és igazán elmondhatom, hogy tökéletesen sikerült szinte a gyakorlat, de majd nem sokára következik az elemzés. Az épületből a tanulók három irányba jöttek ki a megadott tervek szerint, és mindenki leadta saját jelentését, akkor kiderült, hogy volt egy sérült, illetve kettő eltűnt tanulónk, akiket aztán ugye értesítettük az egészségügyi szolgálatot, illetve a mentőszolgálatot, illetve a tűzoltókat, és ők is megérkeztek időben, és megtalálták a két eltűnt gyerekünket, őket is a Vöröskereszt segítségével ellátták, és a többi tanuló pedig nézte ezt a mentési folyamatot, tehát ők is megismerkedtek magával a mentés folyamatával. Mai nap folyamán egy gyakorlat lett végrehajtva itt a Zolomhegyesi Általános Iskolába, köszönve annak az együttműködésnek, ami 9 hónappal ezelőtt indult a Községek és Városok Állandó Értekezlete segítségével, tehát ők adják a technikai és adminisztratív hátteret, sőt úgymond a tudástranszfert is ők adják, hiszen mindent lépésről lépésre leírnak, javasolnak és belefoglalnak egy olyan forgatókönyvbe, ami majd minden intézményünknek a rendelkezésére áll, hogyha véletlenül bármiféle katasztrófa helyzet kialakul, és nem csak földrengés, hiszen itt Zolomhegyesen ennek a gyakorlata volt, de ez bármilyen katasztrófa esetre alkalmazható, legyen az árvíz, legyen az tűzeset, ugyebár itt Zolomhegyesen sajnálatos módon gyakorlatban is láttuk, hogy milyen egy földcsuszamlás, és milyen hatással van az épületre és a bent lévőekre, úgyhogy ilyen értelemben az zolomhegyesieknek ebben már valóban van gyakorlat. De én köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ebben a gyakorlatban, mert hogy komolyan vették a tűzoltók is, a mentősök is, a rendőrség is, a katasztrófa elhárítás is. Tehát valóban mindenki oda tette magát, hogy ez egy élethű gyakorlat legyen. Természetesen a gyerekektől, ami elvárható, azt ők megcsinálták, de örülök neki, hogy érdeklődéssel nézték végig az egész eseményt, és figyeltek, mert hogy mindenféleképpen hosszú távon ők azok, akikre rá kell, hogy ragadjon ebből egy kis tapasztalat, akik ezt tudják hasznosítani a későbbiekben, az mellett természetesen, hogy egy iskolában a pedagógusokon és magán az iskolaigazgatón van a felelősség. Úgyhogy én köszönöm szépen a lehetőséget, egyáltalán az állandó értekezletnek, hogy bekapcsolt minket ebbe a programba, ami egyébként az év végéig tart, tehát ennek az évnek a végéig tart ez az egyéves képzési program. Másrésztől pedig, hát köszönöm szépen a hozzáállást, mert hogy ez adott tanúskodik, hogy mindenki komolyan veszi azt a munkát, amivel neki foglalkoznia kell.